Rengeteg olyan videót láttam már, amiben bevadult csivava módjára szidják a TikTokot, bár legtöbben csak ugyanazt ismételgetik, hogy jaj, de ez a TikTok, tele van 8 évesekkel, és a hülye ribik rázzák magukat. Bár érdekes módon halka megjegyzem, hogy én, mivel nem vagyok kíváncsi ilyen tartalmakra, és megtaláltam a nem érdekel gombot, így nem is ad be a For You Page ilyen videókat. Meg amúgy se az a legnagyobb bajom az életben, hogy ki hogy öltözködik fel, és hogy rázza magát egy applikáción. Azzal egyetértek, hogy túl sok fiatal, nagyon-nagyon kicsi gyerek van jelen az applikáción, akiknek egyáltalán nem szabadna rajta lenniük. Viszont ez nem egyéni TikTok probléma, ez így van YouTube-on, Facebookon, Instagramon, mindenhol gyakorlatilag. Ami sokszor rohadtul zavaró, hogy menjen el a játszótérre és dobálja a szaros sárgolyókkal a szomszéd ablakát, mint ahogy mit csináltuk a régi szép időkben. Mert nem tudok még egy olyan kommentet elviselni, amiben a 7 éves Marcika lebuziz, mert tegnap hallott az apukájától. Na mindegy. Szóval én nem látok 8 éves striptease táncosokat a fóriumban, viszont rengeteg olyan valóban káros videót látok, amiről annyira nem beszélnek ezek a TikTokra reagálós youtuberek, és nem nagyon értem, hogy miért, mert tényleg ennyivel könnyebb lenne szimplán belekötni a 8 évesekbe, vagy a táncikáló tini lányokba, mint azokba a tinédzser és felnőtt nagyrészt férfiakba, akik valóban mérgező és káros sztereotípiákat erősítenek meg? Mert azért lássuk be, tényleg van egy-kettő önjelölt igazságosztó youtuber, akik nagyon-nagyon azt hirdetik, hogy a cringe és a káros tartalmak ellen lépek föl, és én vagyok a naphőse. Tényleg? Akkor miért csak a 16 éves Zsófikába tudsz belekötni állandóan? Meg Varga Irénbe, meg ilyen kaliberű emberekbe. Az igazán káros videókról nem zengenek annyira ódákat ezek a youtuberek, és nem tudom, hogy miért, mert bőven süt azokról a tudatlanság és a mérgező, berögzült gondolkodásmód, ami mindenkire káros. És mielőtt jönnének a kommentek, hogy hát, de ez csak viccnek szánta a videó, és aztán gondoltok olyan, most jöttem le szerinted arról a falvédőről, ne nézzél már hülyének. De ha már itt tartunk, akkor ennyi erővel én is mondhatom, hogy én is viccnek szánom ezt a videót, és nem kell annyira komolyan venni. Szóval szerepelni fog olyan TikToker, akit te követsz és szeretsz, akkor nem kell görcsbe rá rándulni, mert csak viccelek. De nem is húzom tovább az időt, nézzük a TikTok igazi sötét oldalát. Kezdődjék hát a cringe verseny, vajon ki fogja elnyerni az örök életre eltiltanálok az internettől díjat? Első versenyzőnk Mr. Fügyközpont, akinél olyan logikai bukfencek vannak néha, hogy legszívesebben ledózerolnám a saját agylebenyemet. Vérnyomásom az ilyen lesz, na mindegy. Most olyan leszek, mint az összes matek tanár valaha. Neked ez hogy jött ki? Tehát hol a levezetés? Hol a számítás? Nem tudom, hogy te hogy jutottál el A pontból B pontba. Hogy jön ki neki az, hogy a lányok erre pöckölik magukat éjszakánként, hogy jaj, ma is rám fütyültek 60 éves kőművesek, akiknek kilóg a betyárkört és sekszőrük a munkásnadrágból. De jó, ettől biztos, hogy jó nő vagyok. Ki mondta ezt neked? Mikor hallottad ezt? Ez olyan, mint mikor oda mennek hozzá az utcán meginterjúvolni, és teszik a kérdést, hogy szia, te mit csinálsz, amikor elsétál melletted egy csinos nő, és érzed a késztetést így belülről, hogy füttyög neki, mint egy rigó. Erre van három helyes válasz is. Első válasz, épp ez ember nem fütyüget senkire, mert tudtam, ma még senki nem kapta meg a két lábon járó fügyközpont rangot. Második válasz, anyukád, barátnőd, női rokonod se örülne annak, ha vele ezt csinálnák, szóval te se csináld másokkal. Harmadik válasz, egyáltalán nem menő a befolyásolható követőidnek azt terjeszteni, hogy a nők zaklatása vicces. Ő meg erre idebe fog egy negyedik rossz választ, mondván, hogy nézd meg, hogy örül a csaj, amikor ráfigyelsz. Olyan, mintha most másztál volna le a fáról konkrétan. A kikapirgáló csirkék a saját szarukba taposnak egész nap, és megértik. Annyi eszük van, hogy a kerítést át tudják repülni, meg hogy nem nyelik félre a kajájukat, és még ők is megértik. Viccet félretéve én értem, hogy milyen, amikor valaki egy kis buborékban él, és nem is fogja föl, meg nem gondol bele abba, hogy milyen hatással vannak a tettei mások életére. Figyelj, elmondom a titkot, nem is kell belegondolnod. Egyszerűen oda mész, megfogod a két kis lábadat, szóval bal jobb, oda kasszizol van még női ismerősötőhöz vagy anyukádhoz, és megkérdezett, hogy hé, anya, ez milyen dolog amúgy? És megmondja, hogy kisfiam, ne kelljen le
aztom egy pofont, hogy megérts, hogy ezt nem illik csinálni. És már nem is kell gondolkoznod, mert elmondják helyetted. Vagy szimplán megnyitod a komment szekciódat, és látod, hogy mások milyen visszajelzést adtak. Bár feltételezem, hogy ezt az egészet telibe szarod, mert leírták több ezeren a véleményüket, és még mindig fent van a videó, mert gondolom ránézel arra a videóra, és azt mondod, hogy maradt egy csomó megtekintés. És még mindig úgy viselkedünk, mint az őskorban az ősemberek, hogy nézze, van 150 bogyó. De te hülye, az összes mérgező. Nem baj, akkor is nekem több van, mint neked, jó? Szóval... Hello baby, mi kurva profik vagyunk. Lézi, szárd össze magad. Nem szeretem, ha egy lány okádó sárkányosat játszik. Igen, de amikor a spanod hányja kapucnin a másik spanodat, akkor... Kihánytad a drága piát, tesó! Akkor nem okádó sárkánynak hívod, hanem csak kiröhögöd. Én totál értem, amit mondasz, egyet is értek vele, legyen meg egy alapvető higiénia, amit mindenki így megengedhet magának. Próbáljunk legalább annyiszor fogat mosni, megfigyelni a leletünkre, hogy ne álljon bele a másik a bokorba, amikor ráköszönünk egy vehemensebb sziát. De tudod, mennyibe kerül egy fogorvos egyébként? Fontos a higiénia, de jelenleg, amikor még a gázszámlára sincs pénze nagyon sok embernek, akkor gondolom nem az lesz a legelsődleges, hogy neked a jól vasalt kis zakódban megfeleljen a fogsora. Nem lehet mindenki olyan tökéletes, mint te. Ez tipikusan olyan, mint amikor az általános iskolában olyan jól szituáltabb gyerekek körbevihokják a lyukas cipős gyereket, hogy ha-ha, mennyire proli, de abban nem gondol bele egyik se, hogy talán nem engedhet mást meg magának, és annak is örül, hogy lyuk van a seggén, meg van egy pár cipője, aminek nincs teljesen lerohadva a talpa, de hát ugye valamiben bele kell kötni, mert nem ugyanolyan, mint a többi, szóval ha-ha-ha, csóra vagy, amiről még csak nem is tehetsz, mert vagy 8 éves, de azért mekkora lúzer. Örülök, hogy te egy szépen vigyorogsz a tökéletes fogsoroddal. Nincs ezzel baj, de elhiheted, hogy az átlagos magyar munkáscsaládnak nem az a legnagyobb problémája, hogy ők megcsináltassák a fogsorukat, hogy te tudj gyönyörködni bennük. Pontosan ezért unszimpatikus ez a srác, mert látszik, hogy jól szituált családba született, ami tök jó, örülök is neki, legyen boldog, nagyon király, csak nem veszi észre, hogy mennyire kiváltságos helyzetben van, és nem mindenki teheti meg ugyanazt, amit ő, meg nem mindenki fizethet ugyanazért, amiért ő fizet, és ő ezt alapvetőnek gondolja, hogy mindenkinek olyan fogsorának kell lennie, mint amilyen neki van. Hagyjál fogsorommal élni. Nem tetszik, odébb mész. Kit érdekel? Ez a legnagyobb bajod, meg, hogy valakinek milyen a fogsora. De hogy nem mindig csak palikat szidjak, itt van egy női szereplő is. Nem sikerült lementeni a videót, de van róla screenshotom. Viccből zsírégető teát ajándékoztam anyukámnak, de nem tetszett neki a poén, így muszáj nekem meginnom. Figyelj, legközelebb ráadok egy tanácsot, ha el akarsz sütni egy viccet, akkor nézd meg előtte pár stand-upost, vagy googlizd rá arra, hogy épül fel egy vicc, mert ez nem az. Nem googliztam még rá, hogy mi kell a vicc, ez nem is nagyon értek hozzá, de azt hiszem, kell valamilyen csattanó. Ne esküszöm, elgondolkoztam rajta, hogy akkor most mi a csattanó az, hogy neki kell meginnia? Ha az én gyerekem adna nekem ilyet, akkor visszakézből olyat kapna, hogy már a 15 évvel ezelőtt kihullott tejfogai is újra visszanőnének, és megint kiesnének. Egy hónapig ezeket a filtereket etetném bele. Következő versenyzőnk szintén nagyon szereti a nőket, cseszegetni az interneten. Gondolom azért itt éli ki ezeket a hajlamait, mert élőben csak a buszos nyugger néni áll vele szóba, aki nőnemű, és akkor is csak azért, hogy adja át neki a helyét. Nem véletlenül vagy olcsó, ezért állnak sorba? Mert a drágább dolgokért amúgy nem szoktál sorba állni, meg nem szoktál fizetni, meg várni rá. Drágább dolgokkal csak így kisétálhatsz a boltból, így felcsapod a hátadra és mész a plazma tévével? Vagy te eddig így csináltad? Mert akkor most elárulom, mielőtt elkapnak a rendőrök, hogy ez nem így működik. De még szerencsé, hogy ez téged semmilyen formában nem érint, mivel még a boltba se engednek be, nem hogy a sorba. Ha már eljutottál odáig, hogy valaki azt mondja neked, hogy állj sorba, akkor te is be akartál jutni, nem? Akkor te is vásárolni akartál. Tipikus olyan, mint amikor egy csávó ráír egy csajra, hogy szia, tetszel, mizu. A csaj meg elutasítja, és a csávó meg úgy reagál, hogy jó, amúgy is ronda vagy, rondaliba, nem is akartam semmit, hány ingerem van tőled. Addig tetszett, amíg nem gázolt bele az érzékeny kis törékeny egódba. A leírás meg az, hogy de van B terv is. Ahelyett, hogy kitalálgatnál C, D, Z, X, Y tervet is, egyszer az életben megkérdezhetnéd a másiktól is, hogy hé, te mit szeretnél a kis nyalókám szopogatása helyett kivételesen? Csináljunk valami olyat, amitől te jobban érzed magad.
jaj, tesóm, az összes mai banc ugyanolyan pénznyelők, csak a pénzet kell neki, csak arra mennek, hogy lehúzzanak, ha meg se érdemelnek. Egy gazdag férfi megváltoztatja egy szegény nő életét. Ez fordítva nem így lenne. Igen, mert a nő akkor se tartaná el a férfit csak úgy a semmire, ha gazdag lenne. Megmondaná, hogy húzz el dolgozni te is, mert nem tartom el a picsádat. Mert nem azért vagyunk, hogy eltartsuk egymást. Hashtag siker, érted? Hashtag siker. Elon Musk írná ezt ki, érted? Akkor azt mondom, talán azt mondom, hogy oké, jogos, vagy nem tudom, érted? Feltalálta a Teslát meg a tököm. Hogy lehet tompa kövekkel eret vágni? Van egy kérdésem, és kérlek szépen válaszoljatok őszintén. Itt bárkinek van valami fogalma arról, hogy hogy működnek a női nemi szervek? A hetero férfiak elvileg szeretik a nőket, nem? Ha én szeretek valamit, vagy valakit, akkor így érdeklődök iránt, és szeretném tudni, hogy hogyan működik, és mit szeret, és mi esik neki jól, meg mitől lesz frusztrált, meg ilyenek, nem? Nem akarsz érdeklődni irántuk? Nem akarod tudni, hogy hogy esik neki, ha ráfütyülsz az utcán, vagy hogy esik, ha csavarhúzat próbálsz pörgetni a hüvelyt? Mit érez a nő, amikor kielégül? Tudjátok, hogy mennyire imádom, amikor a herezacskós felebarátaink magyaráznak arról, hogy a nők mit éreznek orgazmus közben, szóval mondjad, bátya, tiéd a szó. Honnan tudja a férfi, hogy kielégítette a nőt? Milyen jelek utalnak arra, hogy csak nem csak színleli a nőt? Több tünet is egyértelműen megmutatja a férfi számára. Több tünet is van, hallod? Tünetek vannak. Olyan, mint az én megfázásom. Orrfolyás, torokfájás. Kicsit olyan érzésem van, mint a házi orvosomhoz ugrattam volna be igazolásért, és el kéne mondanom neki a tüneteimet. Az orgazmus élménye az alábbiakkal jár együtt. Kimelegedés, gyors, érezhető szívdobogás. Mondjuk ezeknek a nagy részét tesi órán is éreztem egy körfutás után, és garantálom neked, közel se voltam az izgalmi állapothoz, vagy ahhoz, hogy elmenjek, max. Haza. A légzés megváltozik, szaporább lesz a feszültség. Ja, nekem is mindig szaporább lesz olyankor a feszültség, igen, ez jellemző. Na, ettől a csávótól olyan érzésem van, mintha lehúztam volna a 8 csésze kávét feketén, aztán kiálltam volna az autópálya közepére, fejem pörögni, és elütött volna 3 kamion egy húzamban. Haldoklok tőle! Olyan, mint egy tinédzser testbe zárt óvodás kisfiú, aki tele van feldolgozatlan traumákkal, meg sérelmekkel, és másokon tölti ki a szar érzelmeit. Vagy csak simán egy seggfej, nem tudom eldönteni, de igazából nem is akarom, mert a lényegen nem változtat, hogy szarul bánik másokkal. És erre nincsen kifogás. Semmi nem jogosít fel arra, hogy így viselkedj másokkal, ahogy ő viselkedik, de nézzük is. Olyan vagyok, mint a Flash, csak én ahelyett, hogy gyors lennék, utálom a dagadt lányokat. A lány 60 kg alatt kezdődik. Egy oka van annak, hogy örülök, hogy már nem ilyen természetes göndör a hajam. Mert nagyon sok fő öcsfej, kis tiktokos hülye gyereknek ilyen haja van, és legalább nem hasonlítok rájuk. Így eléggé sületlen palacsinta összhatása van a fejemnek, de legalább, ha meglátnám magamat az utcán, akkor legalább nem éreznék késztetést arra, hogy ilyen jó turhásan ornyergen köpjem magam. Ha azért van nagy melled, mert kövér vagy, az olyan, mintha azért lenne szabad napod, mert nincs munkád. Nem tudom, mi a baj ennek a tagnak egyébként, lehet, hogy azért ilyen elutasító teltebb lányokkal szemben, mert fél tőlük, mert tisztában van azzal, hogy bárki 60 kiló felett megfogja, és csak így arrébb rakja a nyurga testét. Bárki képes lenne felkapni ezt a srácot, és elhajítani, mint a tornádók a szénabálát, vagy a random teheneket. Így én is félnék utcára menni, biztos, hogy prédának érzi magát. Lehet, hogy érzi a vesztét, hogy majd egy szép napon egy nagyobbra nőtt általános iskolás kisgyerek majd nem veszi észre a buszon, és ráül, aztán így darabokra összetöri. Vagy lehet, hogy csak féltékeny a fenekükre. Vagy az élete első nagy szerelme elutasította, mert egy teltebb lányt választott helyet. Vagy élete nagy szerelme, aki elutasította, egy teltebb lány volt, és még mindig nem dolgozta föl. Nem tudom, hogy a srác idegesíte jobban, vagy a kommentelők, akik írják, hogy nagyon adom tesó, annyira igaz. Ezek vagy olyan srácok, akikkel nemhogy teltebb emberek, de semmilyen emberek nem állnak szóba, és random komment szekciókban várják az egyetértést meg az elismerést. Vagy olyan lányok, akik nagyobb mellett szeretnének maguknak, és képtelenek elviselni, hogy a teltebb lányoknak van. Figyelj, csajosaim, lehet, hogy ti azt hiszitek, hogy a pici cicitől vagy a lapos fenéktől lesztek visszataszítóak, de igazából az ilyenfajta viselkedés miatt támad kedvem igazán arcon hányni titeket. Fölösleges plasztikáztatni, mert ugyanolyan ronda lesztek. Mármint belül. Belül vagytok rondák. Kívül ez nem érdekel. Lehet szépségkirálynő is, ha egy elviselhetetlen
tuskó vagy. Egyébként ez a nézzétek a dogat viselkedés, ez így őszintén annyira gáz. Olyan, mintha egy fán ragadt majom makogna random dolgokat, mert unatkozik. Körülbelül úgy hangzik ez a fajta viselkedés. Bemennék egy állatkertbe meginterjúvolni egy orángután, meg értelmesebb válaszokat kapnék. Tehát így kb. A második osztályosok csúfolják egymást, és még azt sem nagyon értem, hogy neked nem tetszik valaki kinézete, és akkor az téged idegesít? Miért zavar az téged, hogy én ronda vagyok? Miért kell ezért a másikat csúfolni, mert neked valami rajta nem tetszik? Egy egészséges ember, aki rendben van önmagával, ez nem nagyon csinál ilyen kivetítős dolgokat. Tudod, hogy saját magadat utálod, és másokon töltöd ki. Nézd tükörbe, valószínű nem tudsz, és azért viselkedsz így másokkal. Senkit nem érdekel ez a hiszti viselkedés, jó? Már rég elmúltatok második osztályosok, szóval így már kifogásotok sincs erre a fajta viselkedésre. Már réges-régen kifejlődött az agylebenyetek eléggé ahhoz, hogy ezt ne csináljátok. Mert rohadt gáz. Hazamész anyádhoz, megkérdezi, hogy kisfiam, mit csináltál ma? Hát kicsúfoltam a dagadt embereket az interneten. Jó, van, annyira okos, olyan büszke vagyok rá. Mit vársz ettől? Nem értem. Mi van? Kedvencem, amikor kapott egy ilyen kommentet, hogy úgy érzem, nincs barátnője a srácnak, és erre csinált egy válaszvideót szintén nagyon érett módon. Én, ahogy olvasom ezeket a kommenteket, egy szőke, vékony, konkrétan 10/10-es lányjal mellettem. Ha a barátnőjének sincs ezzel a viselkedéssel gondja, főleg nőként, akkor őt is leköpném. Vagy lehet, hogy már oviban is együtt tömködték a macskaszoros homokot a dagi gyerekek fülébe, és már ott megutálta őket mindenki, senki nem állt utána szóba velük, és így egymásra voltak utalva, mint azokban a világvégés filmekben, hogy az utolsó két ember így életbe maradt, és egymásra vannak utalva. Tehát persze, hogy őt választod, amikor senki más nem áll szóba veled. Kevés ilyen ember van szerintem, aki ezt a hozzáállást és az ilyen viselkedést elviselés büszkén is vállalja. Égne a pofán bárhova menni veletek. Valaki megkérdezni, hogy ismerlek-e titeket, letagadnám. Egyébként ez annyira tipikus reakció az ilyen emberektől, hogy de mi legalább a csajosommal fullosok vagyunk, mert te nem szólsz ebbe bele, mert te dagadt vagy, meg meleg vagy, meg pápaszemes vagy, nincs jogod beugatni, mert én jobb vagyok nálad. Ki igazolja ezt a viselkedést a baráti köréből, ki nézi meg a TikTokjait, és mondja azt, hogy aha, ez rendben van. Ki? Kicsoda? Ki erősíti meg ezt a viselkedést? Ki az, aki megerősíti benne? Aztán emberünk bebizonyította, hogy képes arra, hogy változatos tartalmakat gyártson, így beleállt egy vegán lányba is, aki a vonaton éppen arról magyaráz, hogy hogyan kerül a hús a tányérukra az embereknek, és erre azzal reagált, hogy eszik egy rántott húst mellette. Megértem, ha valaki nem vegetáriánus, megértem, ha valaki nem vegán, de ez a lány legalább csinál valami értelmeset az életével, és ez a srác meg csak egy bunkó pöttyre nézve szégyenez igazából. Elhiszem, hogy húst akarnak zabálni az emberek, viszont azt a tényt nem lehet letagadni, hogy a húsiparnak nagyon-nagyon sok káros hatása van, ami szépen lassan vezet minket afelé, hogy kipusztítsuk a bolygót. Vagy nem fogja föl agyban, hogy ez egyébként mennyire komoly dolog, vagy nem érdekli, vagy nem is tudom. Nem kell kimenni a lányjal tüntetni, nem kell abba hagynod a húszabálást, nem kell semmi se csinálnod, egyszerűen csak befoghattad volna a szádat, és már az elég lett volna. Én is eszek húst, én is fogyasztok állati eredetű dolgokat. De legalább ez mellett nem vagyok egy pöcsfej azokkal szemben, akik próbálnak valamit tenni. A vegánokat, meg a vegetáriánus embereket ki gúnyolni a legrandomabb dolog számomra. Ez megint olyan, hogy valaki más fogszabályzós, és te őt azért bántod, mert hogy ő hogy néz ki. Vannak olyan személyek, akik próbálnak tenni azért, hogy az ilyen hülye fejű idióták ne halljanak ki 30 éven belül, mert olyan iramba pusztítjuk a bolygót, ő meg rántott hús. Hogy lehet valaki ekkora masszív méretű. Mi történt az életedben? Mi történt veled, amitől ilyen vagy? Nem is akarom megváltoztatni az ilyen embereket, csak tudni akarom, hogy mi törte meg a lelküket. Engem is csesztettek általános iskolába, engem is bullyingoltak. Valahogy túl kell lépni a dolgokon, srác, hallod? Valahogy így fel kell dolgozni a múltbéli traumáidat. Ahogy a rasszisták látják a kínaiakat, és ahogy a kínaiak látják egymást. Jézusom! Kussolj már! Feladom. Ez a srác nyerte a versenyt. Az övé az első hely. Kössük ki nála az internetet örökre, és indítsuk petíciót, hogy semmelyik internet szolgáltató ne kössön vele szerződést. Tiltsuk le a telefonján azt, hogy bármilyen nyílt wifi-re rácsatlakozzon, soha többé nem engedhetjük fel az internetre. Amen. Nem tiszteli a 60 kiló fölötti embereket, nem tiszteli a kínaiakat, nem tiszteli az aktivistákat, nem tiszteli a vallásos embereket, csak is saját magát.
anyukáját tiszteli, gondolom, és ő az egyetlen. És sajnálom őszintén. Mármint nem őt, hanem saját magunkat, hogy ezt el kell viselnünk, és hogy nem lőhetjük ki egy ágyúból egyenesen a Marsra. Bár onnan is valószínű visszaküldenék egy héten belül az űrlények, hogy vidd innen, eszét robbantom a bolygótokat. Takarítsd el innen ezt az űrszemetet. Három szót beszéltünk, de már kiakasztott. Szerintem egy óra se telne el, és belevájná a holdba, hogy mindannyian lássuk a földről, hogy lúzerek, lúzerek vagytok, csajom 10/10-es. Bevallom, először elég csúnya véleményt fogalmaztam meg, de aztán hátradőltem, vettem egy mély levegőt, elmorzsoltam a szemgolyómon egy zacskó nyugtatóteát, és átgondoltam, hogy tényleg utálattal szeretném kezelni az utálatot. Igen, az ilyen emberek mindig úgy viselkednek, mintha egyáltalán nem hatná meg őket a kritika. Ők aztán mindent leszarnak. Kit érdekel, takarodj bár, amúgy is ronda vagy, meg nem tudod eldönteni, hogy fiú vagy, vagy lány. Meg a fogad is milyen, meg a hajad is már undorító. Azt se tudod, hogy mi van a lábad között, meg bottal se piszkálnának, meg ja, vágom, ismerem ezeket a szövegeket. Nagyon unalmas, mert egyébként kitalálhatnátok valami újat. Meg persze jönnek azok a reakciók, hogy felhúztad magad, haha, ez volt a célom. Bekaptad a csalit, haha. Igen, felhúztam magam. Mert egy bunkó, büdös paraszt vagy. Persze, hogy felhúztam magam. Most az ilyen ember jobban érzi magát ettől egyébként? Felteszi ezeket a videókat is, neki ettől jobb? Nehogy azt higgyétek, hogy ettől jobb lesz. Ugyanolyan nyomorult legbelül. Vagy nem érdekli a tettei súlya, vagy egyszerűen fogalma sincs arról, hogy ez mennyire bunkó viselkedés valójában, és csak simán így hajlandó beletaposni mások lelkébe, annak ellenére, hogy már több száz kommentelő leírta, hogy hé, haver, normális vagy, léci, fogd már be, leszarja tette. Annyira nem érdekli, hogy ez hihetetlen. És miért? Próbálok rájönni, hogy miért viselkedik így valaki. Vagy azért, mert valami hatalmas frusztráció van benne, amit képtelen feldolgozni egyedül, vagy egyszerűen tényleg csak azt hiszi, hogy ő megteheti, ő ezt megteheti, mert szólásszabadság van, mert miért ne? Tudom, hogy fiatal és nem érdekli mások véleménye, meg stb., de lehet, hogy kéne, hogy érdekelje. Csak egy picit. Mert amikor kikerül a való világba a kis buborékjából, ahol nem ő a kis királyfi, ott az ilyen viselkedésből azért problémák adódnak előbb vagy utóbb. Őszinte leszek, persze, mindannyian gondolunk dolgokat másokról, ugye? De muszáj mindent kimondani, ami eszedbe jut. Sőt, a legtöbb dolgot csak tartsd magadba simán. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, írjatok egy kommentet, írjatok nagymamátoknak, nagypapátoknak egy üzenetet, hogy szeretitek, és hogy csináljon hústlevest hétvégére. Nem tudom, hogy minek csinálom még mindig ezeket az outrókat, mert úgyse nézi senki, szóval találkozunk a következő videóban. Peace!